Napok óta dolgoznak a TAR Kft. Megbízásából a szakemberek a Szekszárdi, Béri, Balog és Széchenyi utcákban. Árkokat ásnak, amikben nagy teljesítményű optikai kábelkötegeket fektetnek majd. A munka eredményeként a település egyre nagyobb részén lesz elérhető a gigabites sebességű internet. A tervek szerint november 15-éig végeznek a közterületi kivitelezéssel, addig pedig hétről hétre a város más részein dolgoznak majd. A következő ütemben a Bezrédi utca kereszteződésétől fogunk eljutni a Garai térig, onnan akkor, ahogy az előbb mondtam, irányított fúrással fogjuk a nyomvonalat építeni egészen majdnem a Szent László utca kereszteződésig, majd végül negyedik ütemben a Szent László utca kereszteződésétől a Dr. Szakály Ferenc utca kereszteződéséig. A szakemberek a beruházás ideje alatt végig arra törekednek, hogy a közlekedést csak a legszükségesebb mértékben zavarják. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően a város digitális infrastruktúrája évtizedekre biztosítva lesz. Itt teljesítménynöveléstől van szó, és minőségjavításról is, és mi minden olyan fejlesztésnek, beruházásnak örülünk, amivel a városlakók komfortérzetét tudjuk javítani. A munkálatok tehát várhatóan november közepére fejeződnek be. Szekszárdon a TAR Kft. Egyébként nagyjából 70 kilométernyi vezetéket üzemeltet. A cél, hogy 2023-ra ezt a duplájára növeljék.